Yu-Gi-Oh! Pokémon! Magic the Gathering! Sziasztok, Geri vagyok. Tavaly kb. Ugyanekkor elkezdtünk egy tök jó hagyományt, hogy egy nagyszerű videó formájában összeszedtem nektek az adott évben megjelent legdrágább kiadott lapokat. Úgyhogy bizony készüljetek fel, mert 2022 sem szegénykedett a drága lapokból, szépen fokozatosan a legolcsóbbtól fogunk haladni a legdrágábbig, és természetesen beszélünk is kicsit a kártyákról. Rite of Aramazir, Collector's Rare. Hát igen, aki valaha is benne volt a játék kompetitív részében, gondolom annak nem kell bemutatnom ezt a kártyát, biztos, hogy találkoztatok már vele. A Brave, vagyis Adventurer Token kombinációknak az egyik legfontosabb kulcskártyája, amit, hogy bevallom őszintén, azért nem szereztem be, mert azt hittem, hogy bannolni fogják, vagy limitre tenni, és ezért is nem vegyítettem a Phantom Knight-tal, mivel nagyon veszélyes volt, hirtelen nagyon erős volt. De aztán végül látjátok, nem csináltak vele semmit. Na de hogy egy kicsit az árakról beszéljünk, ez a Collector's Rare 80 euróba kerül angolul jó állapotban, tehát körülbelül 32.000 forintba. Ez még annyira nem is vészes ahhoz képest, amik majd ez után jönnek, de durva viszont, hogy ez egy nagyon fontos metakártya, szerintem még a mai formatban is megállja a helyét. Ezen a kiadáson kívül ugyanúgy a The Grand Creators-ben ultra-rareként kiadták, az a verzió egyébként már csak 35 euró, ára az még mindig van, de már közel sem akkora, mint a megjelenésekor. A képessége pedig természetesen ugye Brave Tokent idéz, illetve közvetlenül a pakliból egy Fateful Adventure nevű kártyát a Spelltrap zónádra helyez. Annyi a hátulütője, hogy innentől kezdve csak is speciálisan idézett szörnyefekteket tud használni, tehát a normál idézős effektjeidet mindenképp ezelőtt a kártya előtt aktivált be. Blue Eyes White Dragon, Ghost Rare. Igen, gondolom most sokatok gondolja, hogy hát ez a kártya meg mit keres itt a második helyen, hát ez egy brutális drága kártya, de nem! Ez a Ghost Rare kártya ugyan drága, de még így is csak a második helyre került. Egy angolt belőle már olyan 140-145 euróért tudtok szerezni, tehát körülbelül olyan 56 ezer forint. Természetesen a Ghost from the Past 2-ben jelent meg, képességéről gondolom nem kell túl sokat beszélni, textjét szerintem már minden öreg párbajozó fejből fújja. Nagyon érdekes egyébként, most nézem, hogy a Blue Eyes-nak már több mint 100 különböző kiadása van az OCG-sekkel együtt. Ezt a számot nem is annyira régen lépte át, szóval szépen versenyezik a Dark Magician-nel. Hát látjátok, a legendás Yugi vs Kaiba konfliktus egészen a napjainkig tart. Szóval igen, ez a Ghost Rare Blue Eyes került a második helyre. Nekem pontosan ez a verzió nincs meg belőle, nekem a régi Gold Ghostos kiadás van, és az tökéletesen elég. De hogyha egyszer valamilyen úton módon lesz alkalmam ilyet szerezni, akkor természetesen nem fogom elutasítani. Dark Magician Girl, Ghost Rare. Na ezen látjátok, én is meglepődtem, hogy ezt a kártyát csak a harmadik helyre sikerült tenni. Minden esetre a Ghost from the Past 2 setnek a top 1-es kártyája, tehát a legdrágább kártya a setben 175 euróba kerül, vagyis körülbelül 70 ezer forintba. Egyébként ahhoz képest, hogy milyen árakat képvisel néhány Dark Magician Girl, ez annyira még nem is vészes, főleg, hogy egy Ghost Rare-ről van szó. Sajnos belőle még nekem sem sikerült szerezni. Nagy vágyam volt egyébként, hogy bontsunk egyet. A Dark Magician Girl kártyák egyébként nagyon érdekes, hogy bármilyen setben is jelenjen meg, bármilyen rarityben, mindenképpen van egy bizonyos ára. Mivel gondolom van egy kis fanservice alapja, meg hát azért mégiscsak egy fontos Legacy kártyáról van szó, meg hát gyerekkorunk emlékei, meg stb. Gondolom, hogy ez a Blue Eyes meg a Dark Magician esetében is hasonlóképpen működik, de hát na, Dark Magician Girl az Dark Magician Girl, mindig drágának kell lennie. Change of Heart, Secret Parallel Rare. Na ez a kártya egy nagyon-nagyon különleges eset. Ugye a Magnificent Maven setben jelentek meg ezek a Parallel, illetve Secret Parallel Rarities dolgok, amik brutálisan ritkák voltak, készekben egy, vagy még egy kézben egy sem, akár ilyen ráták is előfordultak. Na most ennek a kártyának a price trendje a 150 euró, viszont 200 euró alatt egyetlen egy offer sincsen róla a card marketen. És az oldalon összesen 3 darab elérhető ebből, szóval tényleg különösen ritka.
Ugye, nem nehéz kiszámolni, körülbelül 80 ezer forintba kerül. Szerintem az egyik leggyönyörűbb Change of Heart a sima Secret Rare mellett. Imádom ezt a kártyát alapból is, már nagyon régóta. A képességét gondolom mindenki tudja. Nagyon jó old school kártya, nagyon szép emlékeket képvisel. A Rarity-re rátérve pedig, ez továbbra is célom, hogy mindenképp szereznék egy ilyen paralel vagy Secret Parallel Rare kártyát. De hát, még Starlight-om sincsen, úgyhogy bele kell húzzak, fájni fog a pénztárcámnak. Ultimate Slayer, Starlight Rare. Na, meg is érkezett az első Starlight a listánkra, hát látjátok, azért már jóval előrébb van a többitől. Bizony, valamiért a Starlightoknak sokkal magasabb az értékük, mint néhány Ghost Rare-nek, pedig a Ghost Rare az Ghost Rare, a technológiát tekintve mindenképpen különlegesebb. Na de mindegy, ez az Ultimate Slayer kártya 220 euróba került, tehát körülbelül 88 ezer forintba. A Power of the Elements nevű szetben jelent meg, ezen kívül Secret Rare-ként ugyanebben a szetben más kiadása nincsen, és a képességére én már akkor felfigyeltem, amikor még egy nagyon-nagyon öreg kis OCG-s kártya volt, sejthető volt, hogy nagyon erős kártya lesz. Az ellenfél nem tud szörny effekteket aktiválni erre a kártyára. Küldj el egy szörnyet az extra deckedből a temetőbe, majd targetolj egy szörnyet az ellenfélnél ugyanazzal a típussal, fúzió, szinkró, axis, pendulum vagy link. Kevertesd vissza azt a deckbe. Pontosabban, tetesd vissza vele az extra deckjébe. Ez azért egy különösen jó stratégia, mivel ettől a mechanikától általában nagyon kevés kártya véd, ugye csak is akkor, hogyha egy kártya nem targetelhető. Mert így egyébként minden nagyon magas támadópontú vagy el nem pusztítható szörnyet, ami az extra deckből idéződött meg, simán vissza lehet oda küldeni. Úgyhogy igen, ezzel a kártyával csak is az ebben videóban említett szörnyeket nem lehet bántani. Egyébként tényleg egy nagyon hasznos metakártya, valószínűleg elég sokan használják napjainkban. Ghost Bell and Haunted Mansion, Starlight Rare. Hú, hát igen, azért egy elég erős döntés volt a Konamitól, hogy a Ghost Girl-eket is elkezdi Starlight-ba kiadni. Ez a kártya a Dimension Force nevű boosterben jelent meg így Starlight-ként. Durván 260 euró, szóval körülbelül olyan 105 ezer forint. Na ez már azért elég fájdalmas pénzmennyiség lehet. Tényleg nagyon szép kártya egyébként így Starlight-ban, a képességét azt gondolom nem kell mondanom. Ugye ez a kislány a temetős képességekre van rá specializálódva. Kártyákat addolni a temetőből, speciálisan idézni a temetőből és banisolni a temetőből nem lehet. Illetve mindenképpen negálni fogja quick effectben, hogyha valami ilyesmit szeretnél csinálni. Egyébként már vannak belőle olcsóbb kiadások is, különböző reprintek formájában. Inkább side deckbe ajánlom, és olyan deckek ellen használjátok, amik tényleg ezeket a hatásokat különösen kihasználják. De csak akkor vegyétek meg belőle ezt a kiadást, hogyha tényleg annyira tehetősek vagytok. Dark, the Dark Charmer Gloomy, Starlight Rare. Fú, készüljetek fel, srácok, mert most egy hatalmas ugrás fog következni. Én is elfehérettem, amikor megláttam ennek a kártyának az árát. Hozzáteszem, gyönyörű kártya, de vajon mitől annyira gyönyörű, hogy a price trendje 660 euró, vagyis kb. 265 ezer forint. Ez akárhogy is nézzük, már valahol egy magyar fizetés. Hiába a Phantom Knight-ba tudom hasznosítani, kétlem, hogy ezért a kiadásért ennyi pénzt kiadnék. Egyébként a Battle of Chaos setben jelent meg, vele egy időben a Super Rare kiadás is, ami egyébként 5,5 euró, szóval az sokkal megérősebb. Ez a két kiadása van jelenleg. A képessége pedig különösen hasznos, mivel mindannyian tudjuk, hogy természetesen az egész Yu-Gi-Oh világában a Dark szörnyek uralkodnak, tehát a Dark szörnyek vannak többségben. Ez a kártya pedig a mutatója alá az ellenfél temetőjéből fel tud támasztani egy Dark szörnyet. Aztán, hogyha elpusztul, még van egy kis Witch of the Black Forest beütése, 1500 vagy kevesebb védelempontú Dark szörnyet vehetsz a pakliból a kezedbe. Nagyon sok deck tudja alkalmazni, és teszi is, de brutális, hogy ez a Starlight Rare tényleg ilyen magas price tender rendelkezik. Na, ezek után felkészültetek, srácok? De komolyan, komolyan kérdezem, hogy felkészültetek? 2022 legdrágább kiadott kártyája következik. Na vajon kitaláljátok-e, hogy melyik párbaj szörny az? Dark Magician Girl, Secret Parallel Rare. Bizony, a Magnificent Maven setben jelent meg a legdrágább kártya az évben.
Ez a legritkább kártya belőle. A Card Marketen összesen 3 van belőle. Az ára egyébként nagyon ingadozik. A Card Market még nem is volt képes diagramot formálni belőle, de legutóbb 800 euróért adtak el belőle. Vagyis ennek a kártyának durván 320 ezer forint az értéke. Na mit szóltok ehhez? Egy ilyen magas értékű kártya. Természetesen vannak ennél drágább kártyák is. Akkor is basszus, megjelenik a Magnificent Mavens, és kiad egy ilyet, amiben egy ennyire magas értékű kártya lesz. És mi lesz majd évek múlva? Hát ez még nem is egy annyira régi szett, nem is egy annyira régi kiadás. Egyébként a Dark Mansion Girl-nek vannak 3000 eurós kiadásai is, meg természetesen volt már korábban is Ghost Air kiadása, és az is brutális, meg ezek a World Championship-es promós Dark Mansion Girl-ök is. Tényleg hihetetlen árakat képvisel néhány Dark Mansion Girl, erről egy külön videót is lehetne csinálni. Úgyhogy igen, aki elhatározza, hogy beszeretné gyűjteni az összes Dark Mansion Girl-t, amit valaha kiadtak, annak legalább kétszer annyi vagyonnal kell rendelkeznie, mint magának Kaibának van. Szóval ezek lettek volna 2022 legdrágább kártyái, bár tudom kevés rá az esély, de azért megkérdezem, hogy ezek közül valamelyik megvan nektek? Kommentben jöhetnek a válaszok. Remélem tetszett nektek ez a kis összeállítás is, akár csak a tavalyi is, az is nagyon jó sikeres lett. Mindenkinek szerencsés és Yu-Gi-Oh-ban párbajban gazdag új évet kívánok, találkozunk jövőre. Sziasztok!